Kedves barátaim, a mai videómnak két főszereplője lesz. A kezemben látható tökfajta és a velem szemben álló fiatalember. A tökök vedőmagjait a tengeren túlról, Amerikából, Alabama államból kaptam. Ott spagetti töknek hívják. Nálunk ez mellett még laska töknek, és ahogy a parasztok nevezték hajdanán, Isten gyalúta töknek. Ez utóbbi jobban kifejezi a magyar nyelv szépségét, gazdagságát, és spirituális tartalommal rendelkezik, ezért a továbbiakban én ezt fogom használni. Hogy mi köze a fiatalembernek a tökhöz? Ezt egyelőre nem árulhatom el, mert akkor idő előtt lelőném a poént. Annyit azért elmondhatok róla, Andrásnak hívják, és ő sportnyelven szólva a második félidőben fog pályára lépni. Most akkor kezdődjön az első félidő. Szeretem a virágokat. Hajdanán volt kaktuszgyűjteményem, aztán rájöttem a természet a kertemben, naponta sok ezer virág szirmait bontja ki. A tök hasonlít a kaktuszra annyiban, hogy nagyon rövid ideig virágzik, viszont állandóan hozza a virágait. Éjszakai csigavadászatom közben megfigyeltem, már éjfél után elkezd készülődni a másnapi virágzásra. Ha felkel a nap, akkor teljes pompájában mutathassa meg magát a beporzó rovaroknak. Minden esetre van annyi előnye a töknek a kaktuszhoz képest, hogy mázsaszám terem és fogyasztható a termése. Az istengyalúta tök nem egyedül van kertben, vannak társai. Néhányat bemutatok közülük. Ez a csillagtöp, más néven patiszom. Itt még kiskorú, vagy inkább tínédzser állapotban van. Hogy átlép a nagykorúság állapotába, arról lehet felismerni, hogy neki áll futni, és fut, ameddig csak bír. Itt például lefutott a domboldalról, mit mondjak, nagyon csintalan jószág. A futóversenybe ez a cukkin is benevezhetne, nem érne el rossz eredményt. Felfelé nem engedem futni, mert ott a paradicsom, a támon, viszont lefelé korlátlan lehetősége van és ki is használja. Lefelé vagy felfelé futni a töknek teljesen mindegy, amerre lehetősége van, arra fut. Ez egy 45 fokos domboldal, itt nekem semmi kárt nem okoz, be is futja az egész domboldal szinte. A levelének érdekes mintázata van, úgy mint a termésének, én ezt csíkos cukkininak hívom. A mellette lévő vetélytársát szintén én neveztem el. Valami fura alakja van. Nem hasonlít se a cukkinihoz, se a csillagtökhöz, se az istengyalutához. A felülete erősen bordázott, és valami kupos lampion, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam az alakját. Ennek én a szögletes tök nevet adtam. Rá is vonatkozik az a szabály, nem mászhat fel a paradicsom támjára. De kicselezett. Néhány napos egyéb irányú elfoglaltságom miatt kevesebb időt szántam erre a kertrészletre, mire észbe kaptam, felkuszott. 1-0 javára, várom a további fejleményeket. Remélem ezekből a képekből bizonyosságot nyert, hogy a tök termesztése másfajta izgalmakkal jár, mint például amit paprika vagy padlizsán esetén megszokhattunk. Erre vetőmagra első látásra azt mondhatnánk, ez egy átlagos, általános spagetti fajta. Viszont, ha összehasonlítjuk ezzel az itthonival, már is szembetűnő a különbség. A hátoldalán ezt írja. Spagetti tök. Istengyalúta töknek is nevezett spárga tökféle. Eddig rendben is van, a végén van az eltérés. A termés nem tárolható hosszabb ideig. Ez a különbség. Mert az amerikai tökünk winterkves. A nevében is benne van téli tök. Ezt én is tanúsíthatom. Magam is meglepődtem, amikor késő ősszel száraz, hűvös helyre betároltam, és nem az volt a kérdés, hogy megromlik-e, mert nem romlott meg, hanem az, hogy meddig érdemes tárolni. Mert a tök utóérik, a héja keményedik, ugyanúgy a húsa is, és ez a felhasználási körét szűkíti. Azon kívül, hogy mint tök minden szempontnak maximálisan megfelel, azért is igen kedvelem, mert a magja barátaimtól kapott ajándék. És mivel Amerikából kaptam a magot, még azt is elmondhatom róla, hogy ez egy kuriózum. Most ezt fogom felhasználni, hogy bemutassam, hogyan lesz ebből az apró magból a folyamat legvégén
Egy finom, fogyasztható vacsora. A tök élete a kertészeknél általában helyrevetéssel indul. Én viszont palántát nevelek. Erre több okom is van. Az első, hogy korábban fog teremni. Itt például már kiültetéskor elérte a bimbós állapotot. De nem ez a legfőbb ok, ez csak olyan, mint orvosságnál mellékhatás. Hanem az, hogy így védekezek a csigák kártétele ellen. Mert ha a földbe magot vetnék, amint kikel a mag, a két sziklevelét a csigák rögtön leennék. Viszont egy ilyen sok leveles palántában már nagy kárt nem tudnak tenni. És mivel csak néhány tövet kell ültetni, ezt a fáradtságot ez megéri. Mert ha valaki elültet csak egy ilyen palántát, és mellé a biztonság kedvéért még egyet, ha jó a földje és ezt jól gondozza, akkor ez a két tő az egész családot ellátja tökkel. A palántáimat a kajszifa csurgója alá fogom ültetni. Azért ide, mert itt nagyon jó minőségű a talaj. A sok éves mulcsolás áldásos hatása érvényesül. Először le kell szednem a mulcsot, hogy hozzáférjek a talajhoz. Aztán semmi akadály nincs az ültetésnek, melyet a nap bármely szakában el lehet végezni, hiszen a gyökerek az átültetéskor nem sérülnek. Innen kiindulva, indáival ki fog futni majd a gyepre, vagy éppen felfut a kajszifára, vagy ami útjába kerül, rá van bízva, merre veszi az irányt. A végén betakarom fűvel, és beöntözöm. A takarás addig fontos, amíg megnőnek a levelei. Utána már az árnyékolás szerepét átveszi. Ezeken a képeken már termő állapotban láthatjátok. Magyarázat nem szükséges hozzá, a képek helyettem is beszélnek. Eljött az ideje, hogy eláruljam, milyen összefüggés van András és az Isten gyalúta tök között. A vetőmagot, mint mondottam, Alabamából kaptam. A recept, ami alapján sütni fogunk, szintén alabamai. Ezek alapján a szakács is csak alabamai lehet. Miután András ott született, ott él, ő lesz a mi emberünk. András annyit kért tőlem, engedjen meg, hogy ezt a kis közös produkciónkat ő angol nyelven kommentálja, mert mint magyarországi élményt szeretné feltölteni a saját csatornájára. Ezért az adás további részét két nyelven sugároz. Kezdjük ezt a kis bemutatót a hozzávalók ismertetésével. A tök, amelyik a legfontosabb alapanyag, spaghetti squash, vörös hagyma, onions, paradicsom, tomato sauce, darált paprika, só helyett is használjuk. Been used ever before a salt. Fokhagyma. Garlic. Lóbab. Beans. A lóbabot azért szeretem, mert a laktat sok benne fehérje. It's lima beans. He likes to use these for the ingredients. Gabona, kolbász. Vegetarian salami. Vegetarányos mi voltam miatt. Because he's vegetarian. Tejföl. Sour cream. Ehhez majd uborka salátát és kovászos uborkát fogunk fogyasztani. Pickles and cucumbers. He likes chopped up cucumbers for the ingredients. Kezdjük el az elkészítést. Először kivágjuk a tökök belsejét. Okay, first we're gonna cut out the seeds from the squash. Felszeleteljük hozzá a hagymát. First we are gonna chop the onion. Okay.
Alright, first we put the onions in first. Then we get the garlic in after the onions. Okay, and okay, 3 tablespoons of the pepper sauce. Alright, okay, and half the bottle of the tomato sauce, homemade. After that, we put in the beans, on the beans, and we put the sausage in with the rest. Okay. Just a little bit more. And we store it up. Okay. We stir it up. Dropped an onion. Okay, and we put a little bit more of the onions inside. Mielőtt megtöltenénk a tököt, félig megsütjük. De az se baj, egy kicsit tovább, az a lényeg, hogy kellően puha legyen, hogy jól össze tudjon érlelődni a sok-sok íz. First with the spaghetti squash, we put them in the pan, but face down, we add a little bit of water for it to cook. Like this. Right? Pour water underneath it for it to cook. Like so. Then the oven like this. And we bake it until it's soft. Közben a töltelék megpárolódott és megpult a tök is. When the stuffing is already cooked, we take the spaghetti squash out. As soon as it's halfway cooked, we flip it over so we can put the stuffing inside. Tehetünk egy próbát, vajon mennyire pult meg a tök. First we take out the rest of the stuff, something that's too soft on the outside of the squash. Az Isten gyalult a töknek ez a tulajdonsága, hogy apró szálakra esik szét, szétfoszlik a hőtől. Anélkül, hogy meghámoztuk volna, ezért nevezték el a parasztok Isten gyalult a töknek. We call it spaghetti squash because in the inside, it looks like a spaghetti. When you warm it up, it looks like a spaghetti. Akkor Lézes András, töltj meg őket. Okay, and now I will fill the inside with the stuffing that has already been cooked. And now we are putting in the sour cream. Egy kis tejfölt is tegyünk rá. We put it on the top so it can have a little flavor. We are going to bake this. And then we can enjoy the food. Okay, it's baked. So now you have to sit down and wait. És várjuk, hogy finom lesz-e. Reméljük, hogy finom lesz. Now we wait until later it would be really good. És tényleg finom lett. Higgyétek el, nem állt szándékunkba senkit sem megtanítani főzni. Az volt a célunk, hogy kedvet csináljunk hozzá. És ha így lesz, és ti is kipróbáljátok ezt az ételt, jó étvágyat hozzá!